barátságos lelkületünk, szeretetünk fölemel bennünket Jézushoz. Bezárultak az adventi udvar rendezvényei a székesfehérvári püspökségen. Az utolsó gyertyagyújtási ünnepség már a Messiás születésének ünnepére készítette az udvarba betérőket. A színpadot betöltötte az öröm, amikor a Martonvásári Szent László óvodások nagy lelkesedéssel adták elő a legszentebb történetet az Isten fiának, Jézusnak születéséről. Jézust köszönteni jöttünk el hozzátok, betlehemezésre, kedves minnyájok! A gyertyagyújtásokon idén is szívesen vettek részt adventszent időszakában a fehérvári családok. Az idősek körében is népszerű eseményre a Katolikus Szeretetszolgálat idős otthonából, a papi otthonból is szívesen érkeztek a közös imádságra. A záró eseményre ellátogatott dr. Egervári Ágnes, a Szeretetszolgálat igazgatója is. Nem a pénzem vett ajándék, hanem a valóban idővel való odafordulás az, ami számukra sokat jelenthet. Különösen igaz ez akkor, amikor már betegség vagy hanyatló állapot miatt, szellemi hanyatlás miatt az idő összekeveredik, és magát az adventi időszakot ők nem úgy élik meg, hogy egy 4 hetes várakozásban, hanem csak a pillanat örömét érzik. Ha sokszor csak néhány percre feléjük fordulunk, úgy igazán nem közben a telefonra is félszemmel odafigyelve, hanem valóban rájuk, akkor ezzel sokat adhatunk, akkor is, hogyha ezt utána már elfelejtik. A legnagyobb ajándék, ha békében és szeretetben üljük meg az ünnepet, hangzott el Spányi Antal püspök utolsó adventi elmélkedésében. Adventnak valami igazi értelme valósul meg, hogy együtt vagyunk, hogy szeretetben vagyunk együtt, hogy a régi emlékeket felszínre hozzuk, hogy megerősödnek az emberi kapcsolatok, megerősödik az ember is abban a bizonyosságban, hogy ő jó helyen van, hiszen ahol a régi emlékek elevenen élnek, ahol az embert körülveszik azok, akiket szerethet, akikben bízhat, akik gondoskodó szeretettel tudják őt körülvenni, ott az ember jó helyen van. Én úgy gondolom, hogy ez egyik célja volt az adventi udvarnak, és hála Istennek ezt sikerült megvalósítani idén is, és remélem, hogy az, amit itt megéltek a családok együtt, az egymást követő nemzedékek együtt közösen, azt az adventi udvar bezárása után is, majd karácsony után is, az egész esztendőben mindig meg tudják élni. Jézus születésének ünnepét jelző 4. gyertyagyújtáson Ugrics Tamás pasztorális helynök, az adventi udvar főszervezője, elköszönt a hétről hétre együtt készülő közösségtől, és áldott ünnepeket kívánt minden családnak. Évről évre próbáljuk az udvart olyanná tenni, hogy akár hittel belépők, akár még a hit örömére nem eljutott emberek, családok megtapasztalják azt, ami Krisztusból árad, és ami kézzel foghatóvá lehet tenni. Azt a szeretetet, figyelmességet, csendet és békességet, amelyet Krisztus hozott el számunkra, és azt gondolom, hogy ez az út, amelyet mi felkínáltunk, olyan járható út az embereknek, amin szívesen járnak. Előző évekhez visszagondolva talán azt mondhatom, hogy jóval többen voltak olyanok, akik tudatosan ezért jöttek be a belvárosba. Akik kerestek valamit, tudták, hogy hol kell keresni, tudták, hogy mit akarnak keresni, és ezzel az örömmel mentek haza, hogy azt meg is találták. Remélem, hogy a város életébe egyre inkább beépül az adventi udvar, és az a lelki gazdagság, ami a hitből, kereszténységből árad, minél több családban megtapasztalható. Spányi Antal megyéspüspök az utolsó ünnepi gyertyagyújtáson, a közös imádság alatt, a cserkészek által elhozott betlehemi lánggal, a béke lángjával gyújtotta meg a 4. gyertyát a püspökség adventi koszorúján. Eltörlik már minden vétel.